Hajrá, ligetvédők! Még mindig itt vagyunk a Seton Place-en, a nagykövetség előtt. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy sokan vagyunk, mondhatni ebben a pillanatban ketten. Néhányan meglátogattak, de tényleg nem sokan. Viszont aminek nagyon örültem, én magam részéről nagyon örültem, hogy elhangzott Facebookon a németországi magyar, mondhatjuk így migránsoktól, hogy jaj, de jó ötlet, ilyet kéne csinálni ott is, és igen, kéne csinálni, sőt, mi több, azt hiszem föl kell, annak alapján, hogy meggyőződésem, hogy a küzdelem folytatódik a liget és az egyéb zöld területek megőrzéséért, szükséges volna, és mi föl is állítunk egy riadólánc London ilyen csoportot, amihez kérjük, csatlakozzanak azok, akik ilyen és ehhez hasonló akciókkal szeretnék szupportálni az otthoni eseményeket, az internacionális nyomásnak. Bárki aggódik a szeretőjéért otthon, az innen is tud nyomást gyakorolni a magyar kormányra. Igen, és a történet többszörösen bizonyította, hogy az ilyen megmozdulások működnek, nyilván nem két emberrel. De mondjuk már 10-20-szal lehet valóban nyomást gyakorolni. Na, még egy darabig itt vagyunk, amíg a betöri tart. Utána amikor lemerültem, akkor nem tudjuk megörökíteni. Internetvitézkedni. Szép pillanatokat, ja, akkor el kell pucolnunk és újra tölteni a telefont, aztán jó lesz. Jó. Még azért megmutatom itt is egy pillanatra azt, hogy tegnap még itt voltunk egy ilyen véres tuskóval, és ez még mindig itt van. Láttunk egy-két embert átlépni rajta. Megmutattam gyorsan a véres tuskót, amit előbb átlépett a néni. Igen, igen. Na, szóval javaslom, ti is kezdjétek el felállítani a magatok. Ki kell várni. Itt még takarítanak. A magatok országaiban a riadóláncaitokat, és akkor legközelebb, amikor a protesterekhez nyúlnak, akkor rögtön lehet zajcsapni, oda bilincselődni, láthatóan egy demokráciában ez nem okoz sok fejtörést a rendőröknek, úgyhogy nem kell aggódnotok. Jaja, puszika, sok sikert mindenhol, és építsünk nem csak országot, de építsük újra Európát, szerintem, ugye? Hát meg... meg a világot, meg a világot, mert ráprohad. Az emberi faj van veszélyben jelenleg, nem Magyarország vagy Orbán Viktor. Hát nem, a fajunk és a földi élet. Na, ezzel búcsúzunk. Isten áldja. Ciao, ciao. Csak így tovább.